A rendőrséggel egyeztetett módon le fogjuk zárni az M1-M7 kivezető szakaszát. 5 fővel kimegyünk, és egy nagy hosszú, 8 méter hosszú molinót kihúzunk, ami az áll, hogy tiltakozunk az útdíjak bevezetése ellen. Koncepció nélkül próbálják tönkretenni nagyon sok ember életét. Kivel egyeztettek ez ügyben? Hol van a hatástanulmány, ami igazolná a légből kapott ötletük jogosságát? Nagyon sokan logikusan azt a döntést fogják majd felvállalni, hogy alternatív útvonalakat fognak keresni, nem az autópályák bevezető szakaszain fognak közlekedni, mint például ezen a bevezető szakaszon. Ezzel tönkre fogják tenni azoknak az embereknek az életét is, akik ezek mellett, az elkerülő utak mellett laknak. Fővárosi peremkerületi polgármesterek és a 22-23 agglomerációs települési polgármesteri, akik valamennyien kormánypártiak, vagy nagy részük kormánypárti, inkább azt hiszem így helyes fogalmazni, egyhangulag utasították el ezt a javaslatot. Mi történt ezt követően? Megjelent egy állásfoglalás másnap, hogy a jelenlévő polgármesterek lényegében egyetértettek a kormány javaslatával. Nos, így zajlik az egyeztetés, és ez az, ami még jobban felháborított valamennyiünket. Januárban majd folytatódik, és már készítjük elő az országos blokkádot, ami Nyíregyházától Debrecenig fog tartani. Azokat az elemeit az új díjrendszernek vezessék csak be, amelyek egyébként lehet, hogy valóban eredményeznek többletbevételt, bár 10 milliárdokat biztosan nem. Ezt a szakaszt ne tegyék fizetőssé.